Klimaschutzpolitik, a klimapolitikáról, a migrációról, valamint a magyar és lengyel jogállamiság helyzete miatt indított eljárásokról is kérdezték a német ARD televízióban az uniós csúcsjelölteket. A néppárti Manfred Weber kedden úgy fogalmazott, Magyarország rossz irányba tart Orbán Viktorral, akik már nem hisznek az értékeinkben, azoknak ki kell lépniük a pártcsaládból. A vitán pedig azt javasolta, egy új típusú eljárást kell bevezetni a jogállami elvek érvényesülésének biztosítására. Az európai szocialisták jelöltje Franz Timmermans szerint nem az eljárásrenddel van a baj, hanem a politikai akarat hiányával. Magyarországról elüldöztek egy egyetemet, és az, amit a Stop Soros törvény kapcsán csináltak, egyszerűen szörnyű, nyomás alá helyezik vele a civil társadalmat. Szabad sajtó pedig szinte nincs is már az országban. A Fidesz kommunikációs igazgatója viszont úgy gondolja, azért támadják Magyarországot, mert meg akarja állítani a migrációt. Hídvégi Balázs ugyanakkor elmondta, nem született döntés arról, hogy a Fidesz kilépjen a néppártból. Kezdhetünk, vagy még beszélgettek? Nyugodtan, tehát ne. Én majd válaszolok a következő szünetben. Nem teszek fel központi kérdést, nem adott nekem az Agitprop osztály most egy központi kérdést, amit fel kell tennem, vagy menet közben a fülembe sugják, és akkor fölteszem. Figyelek! Nekem van a igazságát erősítette ez a szöveg. Ugye látunk két politikust, aki a saját közönségüknek mondta, amit mondott. Nyilván sokféle dolgot mi kiemeltük, vagy a szerkesztő kiemelte belőle azt, amit mondjuk Magyarországnak lehetett adott esetben adresszálni, de semmi jelentősége nem volt Magyarország tekintetében, amit Magyarországról mondtak. Nagyjából ugyanannyira számíthatunk a akármilyen felállású Európai Unióból a mi életünknek a megszervezésére, érdekérvényesítésre, bármi az égvilágon, mint amennyi eddig volt, számtalan érdekrendszer keresztezte azokat a mozgásokat, amelyek a Magyarországgal kapcsolatosak voltak, és ezután is ez lesz. Ha változás lesz, vagy kell, vagy akarunk, akkor azt csak mi fogjuk tudni megcsinálni. Jó, én ma reggel beszélgettem, a péntek van Navracsics Tiborral, akitől azt kérdeztem, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a Fidesz melyik politikai családba, pártcsaládba fog beülni majd az Európai Parlamentben. Ő négy szempontot említett, ez a hatékonyság, az érdekérvényesítés képessége, a láthatóság és a belpolitikai haszon. Hatékonyságban azt mondta, hogy 7-es jelentősége van, érdekérvényesítésben 9-es, láthatóság 3-as, belpolitikai hasznosság 3-as. Ez volt a jelenlegi biztos véleménye. Szokásos élességével fogalmazott Navracsics Tibor ebben az ügyben is. De dekódoljuk majd gondolom néhány napos munkával és programozók erőfeszítéseivel. Ugye engem az foglalkoztat, az volt a kérdés, hogy ugye tizenvalahány képviselője lesz majd a Fidesznek, hogy vajon a Fidesznek, belétve a szavazóknak, teljesen lényegtelene, hogy akiket megszavaznak, azok végül is milyen politikai pártcsaládba ülnek be, egyáltalán tudják-e a hazai választók azt, hogy ilyen van, ha tudják, mekkora jelentőséget tulajdonítanak neki, illetőleg a főnök Orbán Viktor, akit ugye nem lehet leváltani, csak megkerülni, vagy átugrani, bár ezt nem mondta volna, felkér X embert, akinek esélye van arra, hogy bekerül a parlamentbe, azok valójában oda ülnek, ahova a főnök mondja nekik, független attól, hogy ők mondjuk a néppártba terveztek beülni. Az a probléma, megint tények és valóságos gondolatok fogságában vagy, holott ez mind nem számít. Csak az számít, hogy az ő, hogy mondják, ezt reklám embereik, az ő propaganda gépezetük mit hangsúlyoz ebből, és hogyan tálalja az embereknek. Csak ez egy dolog számít. Teljesen jelentéktelen. Tulajdonképpen önmagában nincs jelentőség annak, hogy hova ülnek, hogy kirúgják őket. Nem ebben nem vagyok biztos. Hát eddig is csak az számított, hogy mit tálaltak az embereknek, mit nyomtak le a torkukon, mert úgyis a valóság ennél... A valóság az néha elhanyagolható ezekhez képest. Hát én nem ezt tanultam. Én ezt árnyaltam, Balát, mert azt gondolom, hogy az érdekérvényesítés és a szempontjából korán sem mindegy, azért ez egy hosszú ciklus, azon belül azért van szerepe az európai intézményeknek, ha egy jelentősen kisebbségbe szorulnak, mert egy olyan koalíció formálódik velük szemben, amelynek az identitás, hogy velük szemben határozza meg magát, akkor azért nagy hangsúlyt helyezhetnek rá, hogy ezeket a politikai ellenfeleket... Maximálisan igazad van nemzetközi diplomáció vonatkozásban, de ő azt kérdezte, hogy a magyar választópolgár... De ugye nem tudjuk, ezek az intézmények akkor milyen típusú nyomásokat gyakorolnak, tehát ha jogállami mechanizmusokat vezetnek, és megbüntetik az
országot, akkor van egy belpolitikai... Az, ugye, az egy annyi akkora probléma, hogy hogyan kell azt majd eladni. Ez is csak egy propaganda probléma. A valóság... Ez ő kérdés nem az volt, hogy milyen nemzetközi jelentősége lesz annak, hogy hova ül be a Fidesz, hanem hogy a magyar választópolgárok mit fognak ebből érzékelni, mit fognak szólni hozzá. Erre válaszoltam azt, hogy csak a propaganda. De ha van egy esetleges múlik. Gazdasági válság, és egy nem tudjuk, milyen állapotba érkezik az adott ország, törékenyen vagy nem, akkor nagyon sokat számít, hogy egy adott környezetben az európai intézményrendszer fő fókusz azon, hogy megmentse Magyarországot, vagy azon, hogy egy, megmutassa, hogy ez mi. Ez egy olyan hipotetikus kérdés. Ezen az alapon azt is kérdezhetnéd, hát, hogy ugye, de mi van, ha háború lesz? Te olyan vagy, mint az ifjú fia alatt, te mindenben opponens vagy. Hát arról volt szó, hogy kattintásra megyünk. Ja. Egyébként, amit én igazán nem értek, az, hogy itt van ez a két úriember, a Weber meg a Timmermans, magasrangú EU-s, illetve a Weber az még talán nem annyira magasrangú, a Timmermans nagyon magasrangú EU funkcionárius, és arról vitatkoz, először is úgy csinálnak, mintha itt elvi kérdésekről lenne szó, holott mind a kettő azt számolgatja, hogy vajon hány mandátunk lesz, és akkor mennyire lesz szükségük a Fideszre, és ilyesmi. De ha már ilyen elvi kérdéseknek állítják be például azt, hogy Magyarországon nincs szólás vagy médiaszabadság, hogy elenyésző a független vagy a szabad média, akkor például miért nem jut eszükbe azt a kérdést föltenni, hogy akkor ők miért is tekintik legitimnek az EP választások magyarországi eredményeit? Miért fogadnak el egyáltalán Magyarországról EP képviselőket, ha ennyire nem fair a választási rendszer Magyarországon? Mert ugyanis, hogyha a médiában ugye nem lehet hozzájutni, vagy nem egyformán lehet hozzájutni a információhoz, akkor ez nem egy fair választás. Sőt, aztán ki is mondják. Akkor miért nem teszik fel azt a kérdést, hogy hupsz, akkor mi miért is fogadjuk el ezeket a képviselőket? Mert lehet, úgy gondolják, hogy ez lesz határomban. Én meg úgy gondolom, hogy mi, hogy mondjam, túl szofisztikáltan gondolok el a kérdést, és boldog lennék, hogyha a vezérkar legalább, a már Fidesz vezérkar legalább ezen a szinten gondolkodott volna, amikor az EP választásra való fölkészülésen gondolkodott volna, holott szerintem egyetlen egy dolog volt a lényeg, hogy mennyi lesz a suska, ami ide be fog jönni, nagyjából ezt hogyan lehet menedzselni, a választásokkal milyen, igen, elvi szempontjuk, a választásra felkészülve mi legyen az a rizsa, amivel ezt az egész történetet leöntjük, és az egész választást gyakorlatilag elszabotáljuk, mert itt semmi másról nincs szó, hiszen az a kevés ember, aki el fog menni szavazni, lehet, hogy van vele több, mint legutóbb, de mindenképpen egy magyar választáshoz képest kevesen, se nem elég tájékozott, se nem elég felkészített, se nem elég érdekelt Európában, azon kívül, hogy jó, hogy ott vagyunk, gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ennek az ügynek a Timmermans, a Weber, a Fidesz pénztárnokok szempontjából van jelentősége, nekem polgár szempontjából alig van jelentősége, olyan értelemben, hogy számolgathatom én is. De azért a Péter, amit mondott, abban van realitás, hogy majd aztán, amikor feláll a rendszer, az hogyan fog működni, és hogyan javadalmaz, és hogyan büntet, milyen elveket tart szem előtt, azt nem tudjuk jelen pillanatban, és ezzel kapcsolatban vannak olyan hangok, amelyek ha megerősödnek, akkor azoknak lehet jelentősége abból a szempontból, amiről most beszélgetünk. Félek, hogy automatizmusok vannak itt a pénzelosztásban jelentős mértékben, és csak egyes vitás esetekben merülhet föl esetleg a párthovatartozás kérdése, illetve a érdekérvényesítés képesség kérdése, mert ha körbenézzünk, akkor nem néppárti országok is jelentős EU támogatásokat. De szerintem nem látjuk előre a konfliktusokat sem. Ha az lesz nagy konfliktus, hogy Kína és Amerika között megrodjon Európa, és akkor úgy szükségszerűségnek látják a legerősebb gazdaságok, hogy a versenyképességük megtartásához kialakítsanak egy olyan típusú integrációt, amiben erő kell, mármint hogy ezekkel a populistákkal nem tudnak tovább menni, akkor szerintem van jelentősége. Lehet, hogy nem ez lesz, tényleg hipotetikus minden, mert fogalmunk nincs az erőviszonyokról, fogalmunk nincs, hogy ez lesz a törésvonal, vagy sikerül a bevándorlás köré szervezni ezt. Tehát, hogy szerintem valóban kevés tudással gondolkodunk. Én azt gondolom, hogy most egy erősebb törés van az Európa pártok és az erősödő EU-szkeptikus populisták között, és ez egy olyan erős törésvonal lehet, amiben ha a hatalom a kezükben van, akkor az EU pártiak az erőt tudnak mutatni. Hát akkor nyertünk 45 másodpercet. Menjünk szünetre felé, és több időnk marad a második harmadra.